Kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadássorozat 26. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 26. szemeszterében összesen 12 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Mai előadónk professzor dr. Szél Márta, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. A vezetésével működő intézet sokrétű munkájának részét képezi a diagnosztika, orvos-fogorvos és gyógyszerész hallgatók oktatása, valamint a kutató munka. Dr. Szél Márta kutatásainak fókuszában a pikkelysömör molekuláris immunpatogenezisének megismerése áll. Vizsgálatainak másik nagy csoportját a ritka betegségekkel kapcsolatban végzi munkatársaival, a mostani előadásnak is ez lesz a témája. Munkájuk során kóroki genetikai variánsokat azonosítanak, és ezt követően funkcionális vizsgálataikkal igyekeznek felderíteni, hogy a mutációk milyen mechanizmusokon keresztül vezetnek a betegségek kialakulásához. Dr. Szél Márta oktatói-kutatói tevékenységét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Jelenleg a Magyar Immunológiai Társaság elnöke, valamint 2020. szeptemberétől egy éven keresztül ő tölti be az Európai Kísérletes Bőrgyógyászati Társaság elnöki pozícióját. Ugyanezen társaság 2013-ban Eastern European Academic Leader Award díjjal ismerte el munkáját. Női kutatóként nagyon büszke arra, hogy 2008-ban elnyerte a L'Oréal a Nőkért és a Tudományért díjat. 2020. augusztusában vette át a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést, mellyel Magyarország kormánya össztudományos teljesítményét, oktatásfejlesztésben és tudományos közéletben végzett munkáját ismerte el. Felkérem előadónkat, tartsa meg előadását! Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök ezen az október végi napon. A Szegedi Tudományegyetem Szabad Egyetemének 26. szemeszterében ezen az estén arra teszek kísérletet, hogy egy olyan betegség csoporttal ismertessem meg a szakmában nem jártas laikus közönséget, amelyet ritka betegségeknek hívunk. Az előadás címében, miszerint egyedül ritkák vagyunk, együtt azonban erősek mondást, az Egyesült Államok ritka betegség betegszervezeteit tömörítő szervezet jelmondatát vettem kölcsön, és remélem az előadás végére egyértelmű lesz az, hogy miért is ezt a címet választottam, és személy szerint miért tetszik ez nekem nagyon. Az előadás 5 fő részből fog állni. Először definiáljuk azt, hogy mit értünk ritka betegség alatt, majd 2 részt fogunk szentelni annak, hogy hogyan ismerjük fel a ritka betegségeket, illetve hogy milyen terápiás eljárások léteznek a ritka betegségek gyógyítására és kezelésére. Ezt követően a ritka betegségekkel kapcsolatos társadalmi szerepvállalás lesz az előadás témája. Végezetül szeretnék Önökkel megosztani néhány olyan tényezőt, amelynek a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő vonatkozása van a ritka betegségek témájában. Tehát először kezdjük azzal, hogy mit is értünk ritka betegségen. Számokkal indul az előadás és definícióval. Egy betegséget a szakma által megalkotott definíció szerint akkor tekintünk ritkának, hogyha a teljes lakosság, a teljes populációnak csak egy nagyon korlátozott kis számú egyedénél jelentkezik. Európában, az Európai Unióban definíció szerint ez a szám 2000 lakos esetében egynél kisebb. A ritka betegség paradoxon abban áll, hogy ugyan egy-egy fajta ritka betegségnek az előfordulása a lakosságon belül nagyon alacsony,
Ugyanakkor 6-7 ezer különböző ritka betegséget különít el a szakma, így aztán a becslések szerint hazánkban 5-600 ezer honfitársunk él, aki valamely ritka betegségben szenved. Ez a szám az Európai Unióra vetítve 30 milliós. És még azt is nagyon fontos kiemelnünk, és a későbbiekben tárgyaltak szempontjából nagyon fontos, hogy a ritka betegségeknek több mint 80%-ának genetikai háttere van. Valamiféle kromoszoma rendellenesség, vagy pedig a DNS szakaszon bekövetkezett nukleotid változás az, ami a ritka betegség hátterében áll. Ez utóbbiakat egygénes vagy monogénes betegségeknek hívjuk. Éppen ezért, mivel a ritka betegségek döntő többségének genetikai háttere van, ezért néhány alapinformációt ezzel kapcsolatosan most megosztok önökkel. Ha valaminek genetikai háttere van, akkor az azt jelenti, hogy vagy a kromoszómák szintjén, vagy pedig a DNS lánc szintjén valamilyen féle változás, mutáció kell, hogy a hátterében álljon a betegségnek. Az eltérés, ez lehet a kromoszómák számbeli eltérése, vagy pedig bizonyos kromoszóma régióknak az elvesztése, delíciója, megfordulása, inverziója, egy kromoszóma szakasz duplikációja, vagy pedig egyes kromoszóma szakaszoknak a translokációja más kromoszómákhoz állhat a kromoszómás rendellenességek hátterében. Nem szükséges azonban a ritka monogénes betegségek megjelenéséhez teljes kromoszóma régióknak az átrendeződése. Elegendő csak egy-egy nukleotidnak a kicserélődése a DNS szakaszon ahhoz, hogy az adott DNS szakasz által kódolt fehérjének a szerkezete megváltozzon, és ennek a megváltozott fehérje szerkezetnek az emberi egészségre nagyfokú hatása legyen. Tehát például, hogyha egy olyan fehérjét kódoló génben történik mutáció, amely a bőrben fejeződik ki, kizárólag a bőrben, és annak fontos szerkezeti szerepe van a bőrön belül, akkor genodermatózis, ritka monogénes bőrbetegség alakul ki. A monogénes betegségek öröklődnek a családokon belül, erről majd részletesen lesz szó a továbbiakban, és nagyon fontos annak a definiálása és a családi kortörténet felvétele során ez egy alapvető feladatunk, hogy az adott monogénes betegségnek a családon belül milyen az öröklődése. Alapvetően három fő öröklődési mintázatot különítünk el. Az egyik az úgynevezett autoszomális domináns öröklődés menet, amikor elegendő csak egy kópiában hordozni a kóros génváltozatot. Ezzel szemben az autoszomális recesszív öröklődés menetű betegségeknél két kópiában, tehát mind az apai, mind az anyai kromoszómán a kóros génváltozatot kell hordozni ahhoz, hogy megjelenjék az adott monogénes betegség. Az X kromoszómához kötött betegségeknél a kóros génváltozatot az X kromoszóma hordozza. Azok a nők, akik ilyen kóros génváltozatot hordoznak, azoknak van még egy egészséges génváltozatot hordozó X kromoszomájuk, ők tünetmentes hordozók, gyermekeik, ha fiúk, férfiak, akkor hemizigóták, és az ő esetükben megjelenik a betegség. Minden egyes öröklődés menet típusnál felsoroltam két-két példát, ezekről a betegségekről az előadás későbbi szakaszában még több gondolatot meg fogok önökkel osztani. A következő nagy kérdéskör, amelyről beszélni fogunk, hogy hogyan ismerhetjük fel azokat a ritka betegségeket, amelyek akár kromoszoma rendellenességek,
akár egygénes rendellenességeknek a hatására jönnek létre. Szeretném előre bocsájtani, hogy ez a klinikum és a diagnosztika magas szintű együttműködését feltételezi, sok esetben annak a diagnózisnak klinikai, majd molekuláris genetikai diagnózisnak a felállítása, amely egyértelműsíti azt, hogy az adott páciens milyen monogénes betegségben szenved. Számos esetben a klinikai genetikus, illetve a diagnosztikában dolgozó laboratóriumi szakemberek Sherlock Holmesot meghazudtoló nyomozást folytatnak azért, hogy a kóroki gént, illetve a kóroki génen belül az a betegség kialakulásáért felelős mutációt azonosítani tudják. Itt is néhány számmal kezdjük a gondolatmenetet. A ritka betegségek azok általában súlyosak vagy nagyon súlyosak, gyakran testi és vagy szellemi tünetekkel járnak, és számos olyan monogénes betegség van, amelynek súlyos formája az élettel is összeegyeztethetetlen. A monogénes betegségeknek egy része az csupán egy szervet érint. Ezt ugye általában az határozza meg, hogy az a gén, amely a koros fehérjét kódolja, az melyik szervünkben, illetve szövetünkben fejeződik ki. Ha csak egy szervünkben vagy szövetünkben, akkor csak az adott szerv vagy szervrendszer károsodik. Ha a gén, amely által kódolt fehérje számos szövetben és szervrendszerben kifejeződik, akkor többszervi érintettséggel jár a monogénes ritka betegség, akkor egy igen összetett tünetegyüttes jelenik meg a betegségben, és ennek az összetett tünetegyüttesnek a rendkívül alapos elemzésének a tudományát szindromatológiának hívjuk. A ritka monogénes betegségeknek körülbelül a fele már csecsemő és gyermekkorban felismerhető, ezért a csecsemő és gyermekgyógyász kollégáknak igen nagy felelősségük, és a napi klinikai munkájuknak a része az, hogy ilyen típusú ritka betegségben szenvedő gyermekek esetében felismerjék ezeket a ritka betegségeket, majd pedig gyógyítsák és gondozásba vegyék őket. A fennmaradó betegségek azok viszont később manifesztálódnak, a tünetek általában felnőtt korban, középkorban jelennek meg, és ekkor kerülnek felismerésre. Mivel a klinikai diagnózis, illetve az azt alátámasztó genetikai vizsgálati eredményeknek a kézhez kapása sokszor igen hosszadalmas, és nagyon összetett munkát feltételez, egészen napjainkig átlagban akár 6-7 évig is eltartott az, hogy egy-egy ritka betegségben szenvedő gyermek vagy felnőtt esetében, pláne hogyha valamilyen nagyon komplex tünetegyüttesről volt szó, megszülessék a pontos klinikai, illetve molekuláris genetikai diagnózis. Ez napjainkban a technológiai fejlődésnek köszönhetően úgy tűnik, hogy nagyon jól lerövidül, és a ritka monogénes betegségek diagnosztikájával foglalkozó egységekben néhány hónapon, fél éven, egy éven belül az esetek nagy részében a betegek, illetve a családok kézhez kapják a pontos klinikai és az azt alátámasztó molekuláris genetikai diagnózist. Most néhány példát szeretnék önöknek megmutatni arra, hogy jellemzően milyen betegségeket észlelnek a csecsemő és gyermekgyógyászok a praxisukban. Az egyik ilyen példa például a cisztás fibrózis. Ez tipikusan egy olyan betegség, amely már csecsemő és kisgyermekkorban felismerésre kerül.
Ez egy autoszomális recesszív módon öröklődő betegség, és tudni kell róla, hogy minden 25. embertársunk hordozza azt a kóros génvariációt, amely ezért a betegségért felelős, és a mostani adatok szerint Magyarországon 558 cisztás fibrózisban szenvedő beteget tartanak számon az adatbázisok. Ennek a betegségnek a fő tünettana az, hogy a külső elválasztású mirigyek korosan működnek, és a tünetek azok elsősorban a légző és emésztő szervrendszer koros működéséből adódnak. A másik ilyen, az esetek nagy részében már csecsemő és kora gyermekkorban felismert példabetegség, amellyel szeretném önöket megismertetni, az a spinális muszkuláris atrófia, SMA-nak emlegeti a szakma. Ez szintén egy autoszomális recesszíven öröklődő betegség. Hazánkban évente 10-15 gyermek születik ezzel a betegséggel, amelynek a vezető tünete az egyre erősödő izomgyengeség, majd pedig a végső stádiumban a légzésnek a leállása. Tehát ezt a két betegséget hoztam a nagyon-nagyon sok közül példának arra, hogy melyek azok, amelyek jellemzően gyermekkorban kerülnek felismerésre. Most két példát szeretnék arra mutatni, hogy vannak olyan betegségek, amelyek a felnőtt korban, illetve a középkorú felnőtteknél kerülnek manifesztálódásra és kerülnek felismerésre. Az egyik ilyen rendkívül súlyos neurogenetikai kórkép az úgynevezett Huntington-kór, amely egy autoszomális domináns módon öröklődő betegség, és a 90-es évek eleje óta tudjuk azt, hogy az úgynevezett Huntington génnek az első exonjában egy CAG motívum ismétlődése, hogyha meghaladja a 36-ot, akkor az a betegségnek a manifesztálódását okozza. Teljesen tünetmentes gyermek és serdülőkort követően felnőtt korban. A jelentkező tünetek és az egyre súlyosbodó tünetek azok a motoros és a kognitív képességeknek a fokozott leépülésével járnak. A másik példa, amelyet szeretnék bemutatni, egy úgynevezett genodermatózis, egy olyan ritka monogénes bőrbetegség, amely kizárólag a bőrt, illetve a bőrfüggelékeket érinti. Ez szintén egy autoszomális dominánsan öröklődő betegség, és itt is az egy kóros kópiát hordozó gyermekek, illetve fiatal felnőttek teljesen tünetmentesek. A képen is látható rendkívül súlyos tünetek a hajas fejbőrön, illetve a felső testen a felnőttkor előre haladtával jelennek meg. Ezek tulajdonképpen a bőr függelékeinek a jóindulatú daganatai, soha nem adnak áttétet, nem járnak az élet veszélyeztetésével, az életnek az elvesztésével, de rendkívül stigmatizálóak a megjelenései ezeknek a tüneteknek. Hazánkban mindeddig 10-15 ilyen család került felismerésre, akik ebben a betegségben szenvednek, tehát ez is mutatja, hogy ez valóban egy ritka betegség. Vannak olyan esetek is, amikor a klinikai diagnózisnak a felállítása az igen komoly szindromatológiai elemzések után születhet csak meg, és ezekben az esetekben még kiemeltebben fontos a molekuláris genetikai diagnózis, a klinikai diagnózisnak az alátámasztására. A példa, amelyet szeretnék most önöknek bemutatni, egy az Orvosi Genetikai Intézetbe érkező édesanya és a vele együtt megjelenő 14 és fél éves enyhe értelmi fogyatékos, illetve enyhébb testi anomáliákat mutató fiatalember volt,
és a családban hasonló tüneteket mutató családtag nem került felismerésre korábban. Az édesanyának a mostani párkapcsolatából terhes volt, várandós volt, és a kérdés az arra irányult, hogy vajon mekkora eséllyel kell neki számolnia az ismétlődéssel, tehát hogy a második gyermeke is ugyanebben a betegségben fog szenvedni. De ahhoz, hogy ez a kérdés megválaszolható legyen, nagyon fontos azt elemezni, és el kell jutni addig a klinikai diagnózisig, hogy mi maga a betegség, vajon mi, vagy melyek lehetnek a kórokozói gének, amelyek a betegség hátterében áll, tudunk-e azonosítani kórokozói mutációt. Nagyon fontos felmérni azt, hogy a családtagok hordozzák-e a kórokozói mutációt, és hát a végső kérdés, amelyel ugye az édesanyja hozzánk fordult, az, hogy hordozza-e a magzat ugyanezt a kóros mutációt. A klinikai diagnózis, amely megszületett, majd ezt követően a molekuláris genetikai diagnózis is ezt alátámasztotta, az egy X-kromoszómához kötött értelmi fogyatékosság volt. Az azonosított kórokozói gén egy kinászfehérjét kódoló gén, a PAK3 gén, amely az irodalomban való keresésünket követően világossá vált, hogy mindeddig 9 kórokozói mutációt azonosítottak ezen a génen világszerte 46 betegben, és az általunk azonosított mutációt mindeddig még nem írták le. A későbbiekben erre az esetre még vissza fogunk térni. A ritka betegségeknek a felismerése, klinikai és molekuláris genetikai diagnózisa, tehát egy rendkívül összetett folyamatnak a végére születik meg, amely szoros együttműködést feltételez a betegellátást végző orvosok, illetve a diagnosztikai laboratóriumban dolgozó szakemberek között, és a klinikai genetikus szakember az, aki a fókuszpontját jelenti a genetikai diagnózis megszületésének. Ő az, aki a genetikai diagnosztikával kapcsolatos összes kérdést a beteggel, illetve a beteg családtagjaival konzultálja. Mielőtt a molekuláris genetikai diagnózishoz vezető teszteket elvégeznénk, a klinikai genetikus a beteggel, illetve a családtagjaival úgynevezett préteszt konzultációt végez. Ennek a préteszt konzultációnak számos lépése van, és egy rendkívül összetett konzultatív tevékenység. Mindenféleképpen fontos lépése az egyéni és a családi kortörténetnek a nagyon alapos áttekintése, a tünet együttesnek az alapos elemzése, amely általában az adott betegséget gondozó szakorvostól érkezik, és nagyon fontos lépése a préteszt konzultációnak a családfának a felvétele. És most egy-egy példát szeretnék önöknek bemutatni arra, hogy az autoszomális recesszív öröklődés menetnél például ebben a családban tetszenek látni, hogy mind az édesanyja, mind az édesapa hordozza a kóros allélt, és a gyermekei közül ketten homozigóták a kóros allélekre, egy gyermekük, egy fiú gyermekük az nem hordozza egyik allélon se a kóros változatot, illetve egy leány gyermekük az tünetmentes hordozó. Ez a rendkívül összetett és 7 generációt összesítő családfa a Brooks-Bigler szindrómás turbántumoros családnak a családfája, amely nagyon jellegzetes az autoszomális domináns öröklődés menetre, ahol minden egyes generációban számos családtag esetében megjelennek a betegségnek a tünetei. Végezetül annak a családnak a családfáját szeretném
demonstrálni, ahol ugye X-hez kötött betegségnek az öröklődését írtuk le, ahol ugye a fiatal ember az hemizigóta módon hordozza az X kromoszómáján a kóros allélt, az édesanyja genetikai analízisével pedig világossá vált az is, hogy ő maga is hordozza tünetmentes hordozóként a kóros allélt. A családfának a felállítása az rendkívül fontos, mert irányítja a klinikai genetikust abban, hogy felállítsa az adott kórképnek a családban való öröklődés menetét, illetve nagyon fontos abban is, hogy vezesse őt abba, hogy milyen fajta genetikai vizsgálatot kér a kórkép genetikai hátterének a kiderítésére. Az egyik fajta genetikai vizsgálat az úgynevezett citogenetikai vizsgálat, amely a páciens, illetve ha szükséges, akkor a családtagoknak a kromoszoma készletét vizsgálja. A molekuláris genetikai vizsgálatoknak a másik csoportját a lehetséges kóroki gén, illetve néhány génnek a célzott Zanger-szekvenálása jelentheti, illetve napjainknak az úgynevezett új generációs szekvenálási eljárásaival lehetőségünk van egyszerre a humán genom összes fehérjéjét kódoló génjének a vizsgálatára. Ez az úgynevezett teljes exom vizsgálat, ez egy kiterjesztett és rendkívül sok gént egyszerre vizsgáló vizsgálati módszer. Azt követően, hogy a diagnosztikai laboratóriumban megszületett a tesztnek az eredménye, ezt követően a klinikai genetikus szakember poszt-teszt konzultációval adja át a vizsgálatnak az eredményét a betegnek, illetve a családtagoknak. Ennek a poszt-teszt konzultációnak is számos nagyon fontos eleme van. Az egyik és nagyon fontos elem az úgynevezett genotípus-fenotípus összefüggéseknek a feltárása, amely azt jelenti, hogy az adott genetikai eltérés az vajon milyen fenotípusnak a kialakulását fogja eredményezni, milyen fajta betegség lefolyást tud az ismert adatoknak a birtokában a klinikai genetikus előrevetíteni. Nagyon fontos az ismétlődési kockázatnak az elemzése, az, hogyha egy beteg családtagnak a felismerése majd a klinikai és molekuláris genetikai diagnózisnak a készhez kapását követően a többi családtag az vajon mire számíthat a jövőben az ismétlődési kockázatnak a tekintetében. Ez elsődlegesen fontos akkor, hogyha szűkebb és tágabb családban családtervező rokonok vannak, a testvérek, illetve az unokatestvérek számára is fontos lehet annak a megismerése, hogyha ők utódot vállalnak, akkor mekkora kockázattal kell számolni az adott betegségnek a tekintetében az utódaik szempontjából. Végezetül a klinikai genetikusnak természetesen nagyon szoros együttműködésben az adott betegség ellátásáért felelős szakorvossal a kezelési lehetőségeknek a felvázolása is nagyon fontos tennivalója a poszt-tesz konzultáció során. Mindeddig ugye arról beszéltünk, hogy már manifesztálódó betegségek esetében a klinikai, illetve a genetikai diagnózisnak a fölállítása hogyan történik, és miért fontos ez a páciensek, illetve a családok számára. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy vannak olyan szűrővizsgálatok, amelyeket teljesen tünetmentes páciensek esetében végzünk el az egészségügyi ellátás során, és ezeknek a szűrővizsgálatoknak az a célja, hogy felismerésre kerüljenek
genetikai módon meghatározott betegségek. Alapvetően két fajta csoportot különíthetünk el, és ezek a leggyakoribb vizsgálatok a genetikai diagnosztikai tevékenységünk során. Az egyik az a magzati vizsgálatok, amely a 12. heti tarkóredőmérés ultrahangmódszerrel, illetve a magzatnak a nem invazív, illetve invazív kromoszóma vizsgálatai, amelyet aztán citogenetikai vizsgálatok követnek. És hogyha olyan kromoszóma rendellenességet tárunk fel a citogenetikai vizsgálat során, amely az emberi élettel összeegyeztethetetlen, akkor rendkívül szigorú törvényi szabályok keretei között a várandósnak lehetősége van a várandóság sorsáról dönteni. Az újszülöttkori vizsgálatok azok pedig arra szolgálnak, hogy már a közvetlenül a megszületését követően kiszűrésre kerüljenek azok az újszülöttek, akik anyagcserebetegségekben szenvednek, vagy pedig nem szindrómás hallásvesztésben szenvednek. Ennek pedig az a rendkívül nagy jelentősége és fontossága, hogy mind a két betegségkörnek a tekintetében van lehetőség korai beavatkozásra, tehát a tüneteknek a megjelenése előtt már elébe lehet menni annak, hogy az adott betegség manifesztálódjon, annak ellenére, hogy az újszülött és a csecsemő hordozza a kóros allélokat. Erről majd részletesebben az előadásnak a következő részében lesz szó, ahol a ritka betegségeknek a kezeléséről és gyógyításáról fogunk néhány gondolatot körbejárni. És ezt a részt is néhány számmal szeretném kezdeni. Ugye arról már volt szó az előadás elején, hogy eddigi tudásunk szerint körülbelül 6-7 ezer különböző ritka betegséget különítünk el, és mindez idáig mindössze 700-nak van oki terápiás kezelése. De mindemellett, hogy 700-nak van oké terápiás kezelése, emellett egyéb terápiás eljárások is léteznek a többi ritka betegség tüneteinek az enyhítésére, de ezek nem oké terápiák. A ritka betegségek kezelésére szánt oké terápiás eljárásoknak, gyógyszereknek a neve az orphan drug, ami magyarra fordítva árva gyógyszer, erről majd a későbbiekben lesz szó. És mind az Egyesült Államokban, mind pedig az Európai Unióban az egészségügyi szakpolitikának egy rendkívül kiemelt és fontos területe az árva gyógyszerek, az orphan drugoknak a fejlesztése. Ezeknek az úgynevezett orphan drugoknak a fejlesztése mögött hihetetlen nagy mennyiségű és minőségű koncentrált kutatásfejlesztési munka áll, sokszor több éves, évtizedes kutató munkának az eredményeként születik meg egy-egy olyan orphan drug, ritka betegségre, gyógyítására, oki terápiájára szolgáló gyógyszer, amely aztán bevezetve több száz ebben szenvedő betegnek a kezelésére szolgálhat. Ahhoz, hogy ezek a gyógyszerek kifejlesztésre kerüljenek, ehhez értelemszerűen elengedhetetlen a kóroki mutációknak az ismerete, és mindazoknak a érintett mechanizmusoknak az ismerete, amelyre hatással vannak ezek a kóroki mutációk. Most néhány megközelítési módot szeretnék megismertetni a tisztelt közönséggel, milyen fajta
módszerek, milyen fajta terápiás eljárások léteznek arra, hogy ritka monogénes betegségben szenvedő betegeknek az oki terápiája megvalósuljon. Az egyik ilyen oki terápiás eljárás az úgynevezett funkció visszaállító eszköz, amelyet nem szindrómás halásvesztés esetén lehet alkalmazni. Ugye ez az a betegségkör, amely már újszülött korban az úgynevezett BERA szűrővizsgálattal kiszűrhető, és erről azt kell tudni, hogy ez a nem szindrómás halásvesztés, ez akkor jön létre, hogyha az úgynevezett gap junction proteineket kódoló géneknek a mutációi miatt a belső fülben zavart szenved a káliumionoknak a visszaszívása, és ez az ingerület vezetésnek a zavarához vezet a belső fülben, amely halásvesztéshez és a beszédértés, illetve a beszédfejlődésnek a visszamaradásához vezet. Abban az esetben azonban, hogyha a csecsemő vagy kisgyermekkorban úgynevezett kochleáris implantátumot kap a nem szindrómás halásvesztésben szenvedő kisgyermek, akkor mind a hallás, mind a beszéd értése, illetve a beszéd fejlődése az egészséges gyermekekével megegyező lehet. Egy másik megközelítési mód a betegségnek a manifestálódását megakadályozó diéta. Ez a legkorábban, illetve a leginkább alkalmazott betegség az a fenilketonúria, amely egy olyan anyagcserebetegség, amely szintén felismerésre kerül az újszülött kori szűrés során, amely az egyik aminosav, a fenilalaninnak az anyagcsere zavara miatt különböző toxikus anyagok halmozódnak föl a szervezetben, és ezeknek a toxikus anyagoknak a felhalmozódásának a következtében értelmi fogyatékosság, illetve fejlődési visszamaradás alakul ki idővel. De hogyha a korai felismerést követően az újszülöttet, illetve a csecsemőt már a kezdetek kezdetétől tej, tojás, illetve húsmentes étrenden tartják a szülők, akkor ezek a tünetek nem jelentkeznek. Tehát ezzel a diétával a gyermekek tünetmentesen tarthatók, annak ellenére, hogy hordozzák a kóroki genetikai variánsokat. Ezeket a mutációkat, ezeket a kóroki mutációkat a fenilalanin hidroxiláz nevű gén hordozza, és a napjainkra már ismertek azok a mutációk a génnek a teljes hosszán, amelyek a betegségnek a kialakulásához vezetnek, és azt is tudjuk, hogy a különböző mutációk különböző súlyosságú betegséget alakítanak ki, és az, hogy a betegségnek a kialakulása megakadályozható legyen, szigorú, közepesen szigorú vagy enyhe diétában kell a gyermekeket részesíteni. Vannak olyan betegségek is, amelyeknek a kezelésére az elmúlt 11 néhány évben enzimpótló eljárásokat dolgoztak ki. Az egyik ilyen ritka monogénes betegség az úgynevezett pumpekúr, amelynek a hátterében az áll, hogy az alfa-glükozidáz nevű enzimnek a hiányában, vagy kóros működése esetén glikogén halmozódik fel a szervezetben, ez elsősorban az izmokban figyelhető meg, amelynek hatására izomgyengeség, szívelégtelenség, illetve következményesen máj és a lép megnagyobbodása figyelhető meg. Rekombinás alfa-glikozidáz enzim pótlással azonban
a betegségnek, a felismert betegségnek és a molekuláris genetikai diagnózissal alátámasztott betegségnek a progressziója az nagyon jól karbantartható, és ha tünetmentes állapotban nem is, de nagyon jó életminőségben tudnak élni a Pompe-kórban szenvedő betegek. Itt is szeretném bemutatni ezen a diagramon azt, hogy az alfa-glükozidáz enzimet kódoló génen is többfajta mutációnak a felismerésére sor került, és nagyon fontos az, hogy pontosan meghatározzuk, hogy a génen milyen mutáció okozza a Pompe-kórt, mert mindez meghatározza azt, hogy milyen életkorban és milyen súlyossággal jelentkeznek a tünetek, milyen gyorsasággal progrediál a betegség, és hogy milyen korán kell elkezdeni a betegségnek a kezelését az enzimpótlással. A már bevezető gondolatokban is emlegetett cisztás fibrózis betegség, az ugye a kloridion csatornának a klóros működése esetén jelentkezik, és az elsősorban a külső elválasztású mirigyeknek az működését érinti, és itt elsősorban a légző és emésztőszervi tünetek jelentkeznek a kisgyermekeknél, illetve férfi terméketlenség is jár ezzel a betegséggel. A cisztás fibrózist koroki génje egy rendkívül összetett szerkezetű klorid csatorna fehérjét kódol, amelynek a funkciói többfajta lépésben elrombolhatnak, és a napjainkra már tudjuk azt, hogy a fehérje terméket kódoló génnek a különböző mutáció, különböző típusú funkcióvesztéssel járnak, és ennek alapján 6 fajta osztályba sorolják be ezeket a mutációkat, és az elmúlt 5-10 évnek a rendkívül áldozatos kutató és fejlesztő munkájának az eredményeként napjainkra már mutáció specifikusan a fehérje működését befolyásoló hatóanyagok kerültek kidolgozásra. Ezeknek a hatóanyagoknak a neve ivakaftor, lumakaftor, illetve ataluren, és ezeknek az alkalmazása, ez csak azt követően indulhat el, hogy pontosan meghatározásra kerül a koroki génen a mutáció. Végezetül szeretném azt megosztani, hogy a napjainknak az egyik legnagyobb ígéretét adó célzott terápiás eljárási fejlesztése az a génterápia. És erre szeretnék most példát mondani, amely a spinális muszkuláris atrófia, az SMA betegségnek a kezelésére került kifejlesztésre. Az SMA betegség az oly módon meghatározott, hogy az SMN egy génnek a 7-es exonja deletálódik, tehát elveszítődik, és ennek a delíciónak a következtébe a motor neurónaknak a funkciója elvész. A betegségnek a tünetei az egyre erősödő izomgyengeség és a légzési nehezítettség, és a közelmúltban került kifejlesztésre egy génterápiás eljárás, amelynek a vektora egy úgynevezett adeno-asszociált vírus, tehát ez az a hordozó vírus molekula, amely beviszi a beteg szervezetébe a génhibát korrigáló szakaszt, és bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy az elmúlt hónapokban
nagyon sok szó esett a sajtóban arról, hogy a Zétény nevű fiatal ember volt az első SMA-s páciens, aki egy nagyon komoly társadalmi összefogásnak az eredményeként elsőként részesülhetett hazánkban ebben a génterápiás eljárásban. A génterápiás eljárásoknak a nagy része mindez idáig elsősorban vírusvektoroknak az alkalmazásával történt meg, de az elmúlt éveknek a nagy-nagy ígérete az úgynevezett CRISPR-Cas9 technológia, amelynek az alkalmazásával már preklinikai stádiumban levő fejlesztések folynak, és erre szeretnék bemutatni most egy példát. Az úgynevezett epidermolízis bulóza betegségben, amely a kollagén 7 génnek a mutációi miatt jön létre. A kollagén 7 mutációi miatt a bőr hám és dermis rétege között károsodik a kapcsolat, és nagyon súlyos, gyakran az életet is veszélyeztető hólyagképződés figyelhető meg testszerte a bőrön. Erre egy ilyen nagyon szemléletes és nagyon súlyos példát szeretnék bemutatni egy kisbaba esetében. Ez a rendkívül specifikus gén szerkesztést lehetővé tevő gén olló tekinti tulajdonképpen a génterápiás fejlesztésekkel foglalkozó szakma a jövő legnagyobb ígéretének. És itt szeretném ugye megosztani önökkel azt, hogy napra pontosan 3 héttel ezelőtt került bejelentésre azt, hogy Jennifer Doudna, amerikai, illetve Emmanuel Charpentier francia kutatónők kapták az idén a kémiai Nobel-díjat ennek a génszerkesztési eljárásnak a felfedezéséért, illetve kifejlesztéséért, és hát azt is szeretném itt hangsúlyozni, hogy ők ketten az első olyan női páros a Nobel-díjak történetében, akik elnyerték a Nobel-díjat, eddig nők vagy önmagukban, vagy pedig férfi társakkal együtt nyerték el ezt a legmagasabb tudományos elismerést. Az előadásnak a következő részében a ritka betegségek területén való társadalmi szerepvállalásról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy a beteg szervezeteknek ezekben a tevékenységekben milyen feladata, milyen felelőssége van. És ismét számokkal kezdenénk. Szeretném elismételni azt, hogy ugye mindeddig 6-7 ezer ritka betegséget azonosítottak, és ugye a ritka betegség paradoxonnak azt tartjuk, hogy egy-egy betegségben ugyancsak nagyon kevesen szenvednek, de hazánkban összességében körülbelül 5-600 ezer honfitársunk, az Európai Unióban körülbelül 30 millió európai polgár, világszerte pedig körülbelül 300 millió embertársunk szenved valamilyen ritka betegségben. A ritka betegségeket a társadalomban való viszonylagos láthatatlanságuk miatt az angol szakirodalom orphan disease-eknek is nevezi. Ugye itt gondolom visszacseng az, hogy ugye az előzőekben ugye orphan drugnak neveztük azokat a terápiás eljárásokat, amelyeket a ritka betegségeknek a gyógyítására fejleszt a tudomány. És a fejlett társadalmakban 80-as, 90-es években került felismerésre az, hogy a ritka betegségeknek a felismerése, ellátása, kezelése, ez egy globális, átfogó és több disziplinát is egybefoglaló megközelítési módot igényel.
És a továbbiakban azt szeretném ismertetni, hogy társadalompolitikai szinten milyen lépések történtek ennek a globális, átfogó és több disziplinát egybefoglaló megközelítési módnak a kidolgozására. Az Egyesült Államok törvényhozása a 80-as évek elején fogadta el az úgynevezett Orphan Drug Act-ot, illetve a ritka betegségek kezelésére és ellátására vonatkozó törvényt 2002-ben szentesítette a törvényhozás. Az Európai Unióban 2004, illetve 2009 voltak azok a sarokpontok, amikor az Európai Bizottság elfogadta, mint elsődleges egészségpolitikai tényezőt azt, hogy a ritka betegségeknek a felismerése, gyógyítása, a ritka betegséggel élő polgártársainknak a gondozása és a szociális ellátása az egy elsődleges kérdéskör kell, hogy legyen. Magyarországon 2008-ban született meg az úgynevezett ritka betegség központ az egészségügyi kormányzat keretében, és létrehozásra került az úgynevezett ritka betegségek szakértői bizottsága. Ennek a szakértői bizottságnak alapvető szerepe volt abban, hogy 2012-ben megszülessen a ritka betegségek nemzeti terve, amely egy európai uniós kötelezvénye volt Magyarországnak, és ez volt az előfeltétele annak, hogy 2015-ben országszerte kijelölésre kerülhessenek az úgynevezett ritka betegség szakértői központok, és a Szegedi Tudomány Egyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központja is az egyik ilyen kijelölt ritka betegség szakértői központ. A modern orvoslásnak a legfőbb irányelvét egy angol kifejezés adja meg a legjobban. Ez az úgynevezett 4P medicine, amely azt akarja, hogy a korszerű betegellátásnak prediktívnek, preventívnek, személyre szabottnak kell lenni, és ami nagyon fontos, az az, hogy a betegnek, illetve a ritka betegségek ellátása során nagyon sok esetben a családtagoknak is rendkívüli módon résztvevőnek kell lenni a betegség ellátásában. És a ritka betegségek ellátásával, illetve gondozásával a szociális aspektusainak a feltárásával, illetve azoknak az érvényet is érvényesítésével kapcsolatosan elengedhetetlen szerepük van az úgynevezett betegszervezeteknek. Ilyen betegszervezetek az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, illetve Magyarországon is nagy számban létrejöttek az elmúlt évtizedekben. Az Egyesült Államoknak a ritka betegség betegszervezeteit, amelyből 280 van, az úgynevezett National Organization for Rare Disorders, a NORD egyesíti, és ez az a ernyő betegszervezet, akitől kölcsön vettem a mai előadásnak a mottóját, mi szerint együtt erősek vagyunk. Tehát a betegszervezeteknek együttesen kell képviselni a ritka betegségben élőknek a gondjait, bajait. Nagyon fontos az adott betegségnek a problémáival kapcsolatos társadalmi érzékenyítésben való szerepük, egymás támogatása, érdekképviseletük az egészségügyi kormányzat felé. Nagyon sok esetben a ritka betegség szervezeteket az egészségügyi kormányzata rájuk vonatkozó döntéshozatal előkészítésébe is bevonja,
és hát az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban nagyon fontos szerepük van ezeknek a betegszervezetekben az adott betegséggel kapcsolatos kutatásokra a donációknak a gyűjtésében. Az Európai Unió ritka betegség szervezeteit tömörítő ernyőszervezet az úgynevezett EURORDIS, amely 932 betegszervezetet tömörít 72 országból, és az ő feladatuk is hasonlóan az USA-beli társakhoz a társadalmi érzékenyítés, támogatás, érdekképviselet, döntéshozataloknak az előkészítése. Végezetül szeretném megemlíteni a magyarországi ernyő betegszervezetet, ez a ritka és veleszületett rendellenességgel érőknek az országos szövetsége, a szakma RIROS-ként ismeri ezt az ernyőszervezetet, amely 59 beteg szervezetet tömörít, és azok az orvosok és klinikai genetikusok, akik a ritka betegségeknek a diagnózisával, illetve ellátásával foglalkozunk, nagyon szoros szakmai kapcsolatban vagyunk ezzel a ritka betegség ernyő szervezettel. Végezetül szeretném azt megemlíteni, hogy a 2000-es évek eleje óta a ritka betegséggel élőknek van világnapja is, mégpedig ez februárjának az utolsó napja. Ugye ez nagyon jól értelmezhető ugye annak a tükrében, hogy minden negyedik évben van egy február 29-e, ami egy ritka nap. És ezt a ritka napot több mint 15 éve Magyarországon is megünneplik, a RIROS ernyő szervezetébe tartozó ritka betegség szervezetek, és a tavalyi évben az a megtiszteltetés ért bennünket itt Szegeden, hogy a Szegedi Tudományegyetem rendezhette meg itt ebben az épületben, a TIC-nek az épületében a ritka betegséggel élőknek az országos rendezvényét, amelyre országszerte érkeztek mindenhonnan az érintett családok, szakemberek. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy mi adhattunk otthont ennek a rendezvénynek másfél évvel ezelőtt. Mint ahogy a ritka betegségekkel kapcsolatosan számos más tényezőre is büszkék lehetünk itt Szegeden, egészen konkrétan a Szegedi Tudományegyetemen. Amint említettem, már 2015 óta a Szent Györgyi Albert Klinikai Központ az egészségügyi kormányzat által kijelölt ritka betegség szakértői központként működik. A gyermekklinikán folyik hazánkban, a hazánkban született újszülöttek felének az anyagcserebetegségekre való szűrése. Az elmúlt években számos a ritka betegségek ellátását nagyon magas színvonalon folytató orvosszakma nyert el a lehetőséget az európai referenciahálózatokhoz, az IRN-ekhez való csatlakozásra. És végezetül szeretném azt megemlíteni, hogy most vagyunk a végén egy olyan nagyszabású projektnek, amelyet országos összefogással indított a szakma, és a Szegedi Tudományegyetem vezetésével valósul meg. Ezen projekt keretein belül ritka betegségek kutatásával, diagnosztikai és terápiás fejlesztésével foglalkozunk, és ennek a projektnek a keretén belül itt a Szegedi Tudományegyetemen fog kialakításra kerülni egy nagyon nagy volumenű adatbázis, amely 450 magyar egyénnek a teljes exom szekvenciáját fogja összesíteni, és ez az adatbázis elengedhetetlen lesz a továbbiakban a ritka betegségeknek a hazai kutatásában és a diagnosztikájában. Ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, remélem, hogy sikerült felhívnom a közönség figyelmét erre a nagyon fontos és nagyon érdekes betegségcsoportra.
Köszönjük professzorasszony előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva Mór Richárd, az STL Konfúciusz Intézetének igazgatója tartja meg a Kínai Üzleti Kultúra Miért Nézhetnek Ránk Ferde Szemmel című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra! Széchenyi 2020. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából.